Saját mikroközösségeikben él a bevándorlók egy jó része Bécsben, és nem is akarnak ezen változtatni, sokan még németül sem tanulnak meg. Erről beszélt az M1-nek egy Ausztriában élő magyar férfi. Sőt, a több generáció óta ott élő bevándorlók között sem ritka, hogy gyermekeik egyáltalán nem beszélnek németül. Egy osztrák nagymama korában szintén az M1-nek beszélt arról, hogy unokáját a migránsok beilleszkedési gondjai miatt az iskolában gyakran érik atrocitások. Nagyon sok egyébként a beérkezők, a bevándorlóknak az aránya. Ausztriába folyamatosan érkeznek a bevándorlók a 2015 óta tartó legújabb migrációs hullámmal is. Közülük sokan vannak olyanok, akik nem akarnak beilleszkedni. Erről beszélt az M1 híradójának egy Ausztriában élő magyar férfi. Szerinte ezek a bevándorlók egy saját zárt közösségben élnek. De az függ attól is, hogy az egyén szeretne integrálódni, szeretne ebben részt venni vagy sem. Azok a mikroközösségek, ahol túl nagy a kisebbség aránya, ahol megvan az ő saját lehetőségük a saját fodrászra, a saját orvosra, a saját bevásárlóhelyre, nyilván ott a német tanulása egészen ki tud tolódni. A magyar család 7 éve költözött Ausztriába. Mindkét gyerek ott kezdte az iskolát, ők addigra megtanultak németül. Migrációs hátterű gyerekek száma magas, tehát Bécsben alapvetően magas. A családapa szerint Bécsben a migrációs hátterű gyerekek száma már meghaladja az 50%-ot. A legújabb hullámon érkezők, de a több generáció óta ott élő bevándorlók között sem ritka, hogy gyermekeik nem beszélnek németül. Ez nem csak azt jelenti, hogy nem itt születtek és nem beszélnek németül, hanem akár itt született gyerekek olyan közösségekből, ahol a közösség, a mikroközösség mérete már olyan nagy, hogy ők nem tanultak meg németül, mielőtt az iskolába kerültek. A bevándorlók integrációs nehézségei komolyabb problémákat is okoznak. Egy osztrák nagymama korábban arról beszélt az M1-nek, hogy unokáját az iskolában gyakran érik atrocitások. Első osztályos, 26 gyermekből csak 3-an vannak osztrák. A többi mind külföldi, nem beszélnek németül, és terrorizálják az osztrákokat. Az unokámat halálosan megfenyegették, mondta. Ausztriában a statisztikák szerint évről évre nő a muszlim diákok aránya az iskolákban. Bécsújhelyen például már van olyan osztály, ahol minden gyerek bevándorló. Tavaly szeptemberben egy bécsi tanárnő írt könyvet arról, hogy a szélsőséges meggyőződésű muszlim diákok hogyan próbálják befolyásolni az osztrák oktatást, és milyen fegyelmezési problémák adódnak. Kultúrharc az osztályteremben című könyvében kitér például arra is, hogy számos muszlim diák és a szüleik is egyre inkább radikális irányba fordultak. Ezt az iszlamista terrortámadások is megerősítették, a tanárnő szerint ugyanis ezeknek a diákoknak erősebb az elkövetők iránti szimpátiája, mint az együttérzés az áldozatokkal. Aggódom amiatt, hogy fog kinézni Ausztria néhány évtized múlva, azért is írtam a könyvet. Azt látom, hogy egyre erősödnek a radikálisok, akár politikai, akár vallási értelemben, fogalmazott Susanne Wiesinger. A nő 30 éve tanít Bécsben, szerinte azért hallgat ezekről a problémákról a tanárok többsége, mert félnek attól, hogy iszlám ellenesnek bélyegzik őket.